Jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. A mai napon bárki egy kicsit a katonák bőrébe bújhatott itt a belvárosban, ugyanis harmadik alkalommal szervezték meg a katonai toborzó napot itt Székesfehérváron. Bárki belekóstolhatott a katonák életébe, aki ellátogatott a belvárosba. Ugyanis idén is megszervezték a katonai toborzónapot. A rendezvényen bemutatkozott több katonai alakulat, és látványos bemutatókkal is készültek a szervezők. A program célja a honvédelem népszerűsítése volt. Az egésznek az a fő célja, hogy a Magyar Honvédségnek munkavállalókat toborozzunk, legyen az szerződéses katona, hivatásos katona, vagy pedig önkéntes tartalékos katona. 17 különböző bemutatópont van. A székesfehérvári alakulatok az MH43. Nagy Sándor József híradó és vezetéstámogató ezred, 93-as Petőfi Sándor vegyi védelmi zászlaj, akkor a Budapestről a Katonai Rendészeti Központ, a Tűzszerész és Hadihajós ezred, Civil Lélektani Műveleti Központ, a Veszprém Radar ezred, a Pápai Bázisrepülőgép, a Győri 12-es Arabona légvédelmi rakétázat. Tehát igen, színes programokkal várjuk a érdeklődőket. Mik ezek a programok? Mert hogy a kiállítókon kívül, hogyha jól tudom, akkor még mozgalmas, színes programok is színesítik tulajdonképpen a rendezvénynek a palettáját. Igen, hát ugye már lehet is hallani, a helyőrség zenekar kezdte 20:30-kor a rendezvényt, és a megnyitó után is ők muzsikálnak még itt különböző katonadalokat. Akkor lesznek különböző bemutatók, IASZ bemutató, judó bemutató, katonai közelharc bemutató, tehát amilyen katonás programok, illetve az Rinyi Kft. Lehozta a média kamionját, ahol lézerpuska lövészettel vagy lehet kipróbálni, vagy pedig a repülőgép szimulátorral ismerkedhetnek meg azok, akiket ez érdekel. Úgyhogy egész nap folyamatosan várjuk az érdeklődőket, lesz a 32. Budapest díszezred katonáinak egy színvonalas bemutatója, két alkalommal is megmozdulnak itt a fiúk, és bemutatják a képességeiket. Miért érdemes egyébként katonának állni? Ugye ez a mai nap cél, hogy erre felhívják a figyelmet, hogy érdemes katonának menni, de miért? Érdemes, hiszen a Magyar Honvédség megbecsüli a munkavállalóit, jó csapatban lehet dolgozni, és még azt kell mondanom, hogy a haderőfejlesztés kapcsán a mai, nyugodtan mondhatom, hogy igen, anyagilag is megbecsülve vannak a katonák, illetményfejlesztés folyamatosan történik, illetve egy jó csapatban, aki szeret dolgozni, szereti az egyenruhát, szereti a kihívásokat, misszióba mehet, hogyha már egy pár évet eltöltött a honvédségbe. Ugye hatásszolgálati feladatot kell vállalniak a katonáknak, tehát egy jó kihívás, egy jó életmódot tudunk kínálni azoknak, akik jelentkeznek katonának. Legyen az szerződéses vagy önkéntes tartalékos szolgálat. Mindig azt mondom, hogy aki csak gondolkozik azon, hogy megfordult a fejében, hogy ő katona szeretne lenni, de még nem tudja eldönteni, az jelentkezzen tartalékosnak. És a tartalékos szolgálat vagy műveleti tartalékosnak, vagy területvédelmi tartalékosnak jelentkezik. A tartalékos szolgálat alatt megtapasztalhatja, hogy milyen az a katona élet, el kell menni kiképzésre, és hogyha tetszik, akkor onnantól kezdve akár
lehet jelentkezni szerződéses katonának, vagy mint amikor már többször megtörtént, a Nemzetvédelmi Egyetemre jelentkeznek tartalékosaink, vagy az Altiszti Akadémiára. Tehát a rendszer rugalmas, átjárható, ki lehet próbálni, hogy mire képes, mit tud érdekli. Persze van olyan is, aki azt mondja, hogy én nem erre gondoltam, de bízom benne, hogy ez azért a kevesebb. Miként jelentkezhetnek egyébként az érdeklődők katonának? A mostanában, ugye a mai világban már kinyílt az internettel az, hogy hogyan lehet jelentkezni. Hát a klasszikus módon bejön a Tobozirodára, Székesfehérvár Mésző Géza út 7 szám alá, és ott a kollégáim részletes tájékoztatást adnak, de akár most már a kormányhivatalokban, a kormányablakokban is ott vannak a jelentkezés lapok, regisztrációs lapok, a kormányablakban az ügyintézők föl vannak készítve, tudnak ők is segítséget nyújtani, illetve természetesen az interneten, a www.hadkiegészítés.hu honlapon, vagy pedig az irányaserek.hu honlapon lehet ezekről a feltételekről tájékozódni, valamint a Facebookon is rendszeresen posztolnak a kollégáim. A Magyar Honvédség átalakította és megújította önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát. A célunk az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszerrel, hogy 2026-ig az országban minden egyes járásban rendelkezésre álljon egy tartalékos járási század, amely garantálja az ott lévő élőknek a biztonságát és védelmét. Megyei szinten rendelkezünk egy előkészítő részleggel és egy mobil felkészítő századdal, akiknek a célja, hogy a felkészítések során a járási századokhoz kivonulnak, és ott megkezdik az elméleti és gyakorlati felkészítést. Ezeket a felkészítéseket a tavalyi évben felmért járási objektumoknál hajtják végre. Itt segítségünkre voltak a járási hivatalok, polgármesterek. Ezek az objektumok általában iskolák, polgármesteri hivatalok, művelődési házak, illetve olyan közösségi terek, ahol ezeket a gyakorlati és elméleti felkészítéseket meg tudjuk kezdeni az önkéntes területvédelmi tartalékosokkal. A jelentkezés, illetve a toborzás, azt közösen végezzük a 3. Katonai Igazgatási Központtal. Ott rendelkezésre állnak a nagyon felkészült toborzó munkatársak. Célunk az, hogy a rendszerbe a felnőtt kornak a küszöbétől, 18 éves kortól tudjanak jelentkezni azok, akik kedvet kaptak az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszerre, és a felső korhatár az a mindenkori öregségi nyugdíjkor, ez a 65 éves kort jelenti. De mondhatnám azt is, hogy ha valaki szerződni akar és 2-5 évig lehet a szerződéseket aláírni, akkor itt inkább a 63 évet célozzuk meg, mert akkor van lehetősége az illetőnek a 2 éves szerződését aláírni. Ezért, ha valaki csatlakozik, különböző juttatásokat tudunk mi biztosítani. Itt először is a 3. hónap után a szerződés kötési díjat tudjuk folyósítani az illetőnek, ez jelenleg 32.333 forint, valamint éves szinten van egy rendelkezési állási díj, ez a mindenkori minimálbérnek a 100%-a, 2018 évben 138.000 forintot jelent. Illetve a beosztásának megfelelően az állománytáblában tudjuk folyósítani az alapilletményt, ez a kezdő rendfokozat nélküli katonáknál 135.000-től mehet egy szakaszparancsoki beosztás, itt megemlítek egy hadnagyot, akár 260.000 forintig is. És ha már itt rátértem a juttatásokra, akkor különböző kafetéria, illetve olyan flotta kedvezményeket tudunk biztosítani az illetőknek, amelyeket igénybe tudnak venni Magyarország területén. Erről egy külön tájékoztatónk van, aki befárad a toborzó irodában, ezt rendelkezésre bocsátjuk részére. Illetve a tanulmányaikat folytató főiskolások és egyetemistáknak van még egy nagyon jó lehetőségünk, az ösztöndíjrendszer. Ez múlt évben indult, illetve ez évben is már ki vannak írva a pályázatok. Azon felsőoktatási intézményekben, ahol vállalják a diákok, hogy csatlakoznak az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszerhez, ösztöndíjat tudunk folyósítani. Ez a középiskola 13-14. Évfolyamánál olyan 30-40.000 forint körüli összeg per szemeszter, az egyetemistáknál, főiskolásoknál ez az összeg elérheti 60.000 forintot is szemeszterenként. Milyen feladatokkal, milyen kötelezettségekkel jár, hogyha valaki jelentkezik?
A felkészítés jelen pillanatban egy 120 órás, 10 modulos felkészítésből áll. A modulokat, hogyha kicsit civiles nyelve fordítom, akkor ez az alapfelkészítést, az egészségügyi ismereteket, a műszaki kiképzést, lőkiképzést, harcászatot jelenti, jogi ismereteket, logisztikai ismereteket. Az önmerészt elméleti foglalkozások, tantermi foglalkozásaink vannak, de természetes, hogyha nézzük a harcászatot, illetve a lőkiképzést, az gyakorlati részből is áll, mind a fegyveranyag ismeret, mind pedig a lőkiképzésnek, illetve a harcászatnak a végrehajtása, a harcászati foglalkozásoknak a végrehajtása. Itt meg tudnám említeni, hogy azon tartalékosok, akik már esküdtettek, illetve részt vettek az alapfelkészítésen, ők saját példájukkal, példamutatásukkal segítik a mi toborzó munkánkat, illetve helyi szinten egy nemzetünnep alkalmával egy koszorúzás, egy megemlékezésnél tudják növelni egy nemzetünnepnek a színvonalát. Tehát ebben is segítségünkre vannak, hogy egy protokollális falatok ellátásán a hely tudnak állni, a helyi szinten, tehát az önkormányzatoknál, illetve a polgármester, illetve a járási hivataloknál. Negyedik alkalommal szervezték meg Székesfehérváron a programot, melynek a belvárosi Murvás parkoló adott helyet. Azt gondolom, hogy ezek a rendezvények, amihez Székesfehérvár megyeújulóváros egyébként minden támogatást megad, ahol módja van, azért fontosak, mert a katonai hivatásnak a szépségét, a lehetőségeit bemutatják egyrészt a mai kor fiataljainak, illetve a társadalmi elismerését is növeli a dolognak, hiszen tudjuk jól, hogy a katonáinknak milyen fontos és milyen mindennapi szolgálatban van részük, amelyben egyébként valóban Magyarország biztonságát védik. Ezúton is köszönjük nekik, és hát reméljük, hogy ezen a szép napon minél több leendő katona fogja pályájának választani a katonai hivatást. Egy, mehetlek, kettő. Csak segítséggel sikerültek a fekvőtámaszok, de ez nem csoda, mert a gyakorló mellény közel 15 kilós. Eléggé megerőltető. Szóval nem bárpróbálom. A fiatalokat játékos próbatételek várták, miközben megismerhették a különféle katonaszakmákat, mint például a vegyi védelem, a légvédelem vagy a tűzszerészek munkáját. Bombának a hatástalanítása és felrobbantása olyan esetben, hogyha nem tudjuk, vagy nem tudják hatástalanítani a bombát. Tűzszerészek munkája volt ez, nem? Igen. Gondolkodtál egyébként? Elgondolkodtál rajta, hogy nehogy Isten katona legyél? Elgondolkodtam rajta, és eléggé, hát, hogy mondjam, érdekelt a dolog. Mi fogott meg a katonaságban? Mi az, ami tetszik a katonák munkájában? Hát, összegezve úgy minden, mert érdekes. Sosem tudni, hogy mire számíthatnak. Mit tesznek ők értünk? Szolgálják a hazát, esetleg külföldre is, hogyha adódik, akkor ott is segítenek nekünk. Leginkább azért tartottam fontosnak, hogy ma eljöjjek, mert azt gondolom, hogy fontos, hogy a korombeliek, a fiatalok is képben legyenek azzal, hogy hogy történik a honvédelem, hogy mi a munkája a katonáinknak. Leginkább érdeklődés céljából jöttem. Nem tudom, hogy körbejártál-e már, mi az, ami a legjobban megfogott, mi az, ami a legjobban érdekel? Itt az egyik sátorban lehetett kipróbálni fegyver szétösszeszerelést, leginkább azt fogott meg. De igazából a fegyverek, a ruhák, minden, a járművek is szerintem nagyon érdekesek. Érdemes megnézni őket legalább egyszer, hogyha az ember nem is szeretne ebben foglalkozni, akkor is. A toborzó napon minden érdeklődő pontos képet kaphatott a katonai szolgálatvállalás formáiról, a továbbtanulási lehetőségekről, az elérhető juttatásokról, illetve a bekerülés feltételeiről. A bátrabbak pedig jelentkezésüket is beadhatták. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!